Nikolic. Villám gyorsan, most már Vermes. Egy fantasztikus ütemű keresztezés, egy nagyszerű szerelés. Vermes Krisztián kapcsol, és éppen akkor ér oda, amikor kell. Egy távoli lövés, most micsoda gól! Vezet az Újpest! Vermes Krisztián. Hihetetlenül eltalálta Vermes. Az ilyen és ehhez hasonló megmozdulásoknak köszönhetően Vermes Krisztián azok kevesek közé tartozik, akik a magyar bajnokságból is be tudták verekedni magukat a válogatottba. Krisztián fantasztikus élményként élte meg az összes fellépését a Nemzeti 11-ben, a legutolsó Litvánia elleni meccstől egészen a legelső utánpótlás mérkőzésig. A válogatottra vagyok a legbüszkébb. Ez volt az első válogatott mez, amit kaptam, kb. 10 évvel ezelőtt. Úgyhogy ezt nagy becsben tartom. Ez számomra az egyik legfontosabb, és hát többi mezem is itt van. Ez 2005-ben a válogatottal, amikor először voltam felnőtt válogatott, Mexikó ellen játszottunk 45 ezer ember előtt, és ezt az egyik mexikói játékossal sikerült cserélnem, és remélem, hogy sok jó ellenfél ellen tudok még a válogatottban játszani. Vermes Krisztiánt a 2008-2009-es szezonban kölcsönbe adták a Sparta Rotterdamhoz. A hatszoros holland bajnoknál azonnal alapemberré vált, és a klubvezetés mellett a szurkolók szívébe is belopta magát. A második edzésen már többen oda jöttek hozzám, hogy nagyon örülnek, hogy oda kerültem a Sparta Rotterdam csapatához. Nagyon sokan fotót is kértek tőlem. Volt egy kedves család is, akinek újszülött gyermeke volt, és a kezembe adta, és vele is készült egy közös fotó, úgyhogy annak nagyon örültem. Úgyhogy tényleg mondhatom, hogy jól sikerült a kinti bemutatkozásom. Ha jól tudom, volt egy különleges rajongód is, és tőle kaptál egy emléket is. Igen, igen, ezt akkor meg is mutatnám nektek. Ezt a fotót ő készítette rólam, és kérte, hogy tartsam nagy becsben. Egy kinti rajongó volt, és hát nagyon örültem neki, amikor ezt a képet odaadta. Sőt, a legutolsó mérkőzésen a stadionba kirakott nekem egy nagyon kedves transzparenst, és hát azt hiszem, hogy jól tartom, megpróbálom jól tartani. Ezt ő csinálta nekem. Mostani csapattársaid, a mostani labdarúgók közül kik a legjobb barátai? Állíthatom, hogy az Újpest csapatából Kis Zoltán, akivel nagyon jó barátságban vagyunk, és hát immár a Székesfehérvárban játszó Vaskó Tamás is közéjük tartozik. Úgyhogy tényleg őket nagyon szeretem, és nagyon régi barátságot ápolunk most már. Kis, Vaskó és Vermes, ha teheti, a szabad idejét is együtt tölti. A három barátot ezúttal egy közös bowlingozás alkalmával lestük meg egy rákospalotai bevásárlóközpontban. DJ made the rub, I steps up in the club, head straight up the VI, mommy's on the DI, a whole crew jig diddy bopping with me. Ez igen, Zoli Lilával, kérlek, löki egyet. Speakers banging in my ear, dance floor jam pack, and I ain't even got a ass where her man's at. Now I didn't see her, but I rock the party. She best with me soon as she see them car keys to do something. Miért pont a bowling? Mert itt a baba is, meg a labda is lehet? Nem, szerintem ez egy abszolút jó kikapcsolódási lehetőség. Tudunk beszélgetni közben, lökünk egy párat, nevetünk, el vagyunk, tényleg megbeszélünk mindent. Abszolút felszabadító érzés. 2001 óta ismerem Krisztiánt. Még BVSC-be focizott, akkor én még Újpesten, Serdülőben nevelkedtem, IFI B. Azt hiszem úgy, ha így visszagondolok, és őket idegozolták aztán. Egy másik nagyon jó barátunkkal összehozott minket így a sors, így a csapatban is nagyon megértettük egymást, és így a magánéletben mindig együtt mentünk szórakozni, csajozni, minden időtöltésünket együtt voltunk, és így ezért nagyon-nagyon jó barátság alakult ki, ami ugye most is van. Hogy milyen ember ez, igazából kevesen tudják, nagyon jó, nagyon rendben van a srác, lelkileg, tényleg érzelmes srác, szeretnivaló ember. Barátság ide vagy oda, Vermes Krisztián nagyverésben részesítette cimboráit. Kis hián annyi pontot szerzett, mint Kis és Vaskó együtt véve. Igen, hát sikerült győzni, ugye ők azért ritkábban járnak
utóbbi időben nem nagyon volt időnk elmenni, én azért Sunyiba jártam el többször, hál' Istennek volt rá időm, úgyhogy hát most kijött sajnos ez a különbség. Azért mondom, hogy sajnos, mert nem akarom őket tényleg ezzel ledegradálni. Kicsit most alul maradtunk Krisztiánnak, de hát mi meg van, amivel erősebbek vagyunk a Krisztiánnak. A bowlingozás közben persze szóba kerültek a hétvégi bajnoki meccsek is. Az Újpest épp a Vaskó nélkül felálló Videótontól kapott ki. Ez az életünk, ezzel foglalkozunk, ezt szeretjük csinálni. Ez a mindennapjainkat lefoglalja, erről beszélünk mindig. Szóval ez mindennapos az a történet. De gondolom szívesebben beszélsz arról a meccsről, mert a ti csapatotok nyert. Akkor megy az Rika? Hát, szokott menni, de most nem ment. Most más szituáció van, tehát más helyzetben van a két klub, tehát most azért nem finoman csináltuk a dolgokat. Kimértétek, nem úgy, mint őtiteket a bowlingban? Hát szerencséje volt, meg hagytuk nyerni, szóval róla szól ez a történet.